Azt gondolom, hogy az ember nyáron nyár van, szabadságban, jó idő van, mindenki vidámabb és egyben felelőtlenebbek is. Az a sokkal kevesebb gondot fordítunk a saját biztonságunkra, legyünk akár a közutakon, legyünk akár a tengerparton, vagy éppen a Balatonpartján, vagy éppen csak otthon szabadságom. És nagyon fontos ilyenkor felhívni a figyelmet, hogy az élet nem áll meg, és vannak sajnos olyan emberek, akik éppen erre az időszakra specializálódtak, azaz ezeken a helyszíneken a szabadságunk, a felelőtlenségünk idején alatt, ideje alatt fosztanak meg értékeinktől. Azt gondolom egyrészt a meleg és a kánikul nagyon sok embert megvisel, vagy éppen ez a csapadékos frontos időjárás, tehát óvatosabban kell vezetnünk, különösen a játszóterek környékén, illetve üdülőhelyek környékén, ahol a gyerekek bizony otthon vannak, lemennek a játszótérre, pociznak, játszanak, meggondolatlanul kiugranak adott esetben a guruló labda után, vagy éppen átfutnak a szomszéd fagyizóhoz, tehát sokkal figyelmesebben kell közlekednünk, vezetnünk nekünk, járművezetőknek ebben az időszakban, és nyilván a szülőknek is mindig fel kell hívni a figyelmet a, a, gyerekek számára, a gyerekek felé, hogy nagyon óvatosan közlekedjenek, mert az autóban sokkal több a vas, és ebből az ütközésből csak a gyerek jöhet ki rosszul. Nagyon fontos még a példamutatás. Tehát én hogyan várhatom el gyerekemtől, hogy szabályosan közlekedjek, ha én átfutok a piroson. Tehát azért ezt is gondoljuk meg szülőként, hogy mekkora felelősségünk van ebben a történetben. Nagyon sok gyermek közlekedik ilyenkor egyedül rollerrel, biciklivel, ugye a motorosok szezonja is eljött, tehát azért erre is figyelnünk kell. Természetesen, hiszen a kerékpár és ezek a különböző elektronikus eszközök, a rollerek, stb. Ezek bizony belejöttek a mindennapjainkban, és egyre több gyerek és fiatal használja őket közlekedésre, és ezekhez nem kell jogosítvány. Hát, amíg a motorosnál azért van egy bizonyos szintű felkészítés, addig ezeknél az eszközöknél nem szükséges. És éppen ezért nagyon fontos, hogy bár nem kötelező tanfolyamra elmenni, de szülő nagyon is tegye tisztába a gyerekét azzal, hogy mik a közlekedési szabályok, és adott esetben mivel játszik, és milyen következményei lehetnek egy felelőtlen magatartásnak internet, a technika világa is okozhat veszélyt számunkra, még hogyha sokszor ebben nem is gondolunk bele? Hát egyrészt a gyerekek otthon vannak, és azt tudjuk, hogy nagyon sokan nem bántó szándéka, mondom a kocka, aki egész nap ott a gépedet, vagy éppen az okos előtt. Ma már minden gyereknek szinte elérhető a wifi. És ezen éli az életét sokszor. Szülő otthon panaszkodik, vagy illetve sokszor örül annak, hogy tudom, hogy hol a gyerekem, hiszen otthon a számítógép előtt. Viszont a gép előtt is rengeteg veszélyre rá, kerülhet olyan oldalakra találhat olyan információkat, amelyek számára károsak és ártalmasak lehetnek. Tehát igenis tudjuk azt, hogy milyen veszélyek leselkedhetnek. Itt is, az internet világában, és a saját szobájában ülve is a gyerekre. Jó, hogyha tudjuk, hogy milyen oldalakra látogat, célszerű feltelepíteni biztonsági programokat a gépre, hogy a gyerek véletlenül se tévedhessen rossz oldalra. A másik pedig az, hogy oké, okay, hogy én tudom, hogy a gyerekem otthon van és jó helyen ül, de nem biztos, hogy ez a jövő. Igenis menjen társaságba, menjen szabadba, mert azt gondolom, hogy az ember és ember közötti fizikai kapcsolatnál, személyes beszélgetésnél, közös programoknál nincs jobb de mindig tudja az anyuka, meg az apuka, hogy merre cselleng a gyereke, ha nem itt cselleng, de hogy hol van, kinél van, ne agy isten bajban, kitől érdeklődhet utána, legyen egy szoros Idézőjelben még a távfelügyelet, hiszen annyi szabadságunk nincs, mint amennyi a nyári szünető, de mindig tudjuk, hogy hol van a nagyobbacska gyerek. A kicsinek a megoldása, elhelyezési megoldása nyilván idézőjelben egyszerűbb, hiszen nagy nagyszülőnél van, legalábbis a felügyelet egyszerűbb, nagyszülőnél van, táborban van, de azt gondolom, hogy egy 14-15 éves gyereknek is jó, hogyha táborban van, jó, hogyha gyerekek között van, jó, hogyha kijön a gép elől, kijön a virtuális valóságból. Mi felnőttek is nagyon gyakran használjuk az internetet ha megnézzük a Facebook felhasználók között, már sokkal több az idősebb ember, mint a fiatal. A mai fiatalok már nem a Facebookon, hanem egyéb közösségi oldalakon, Instán, Twitteren, stb. élik az életüket. Viszont mi felnőttek, és néha sokkal meggondolatlanabbak vagyunk, mint a gyerekek. Hiszen a gyerekre odafigyelünk el, mondjuk, hogy mit csináljon, hogyan csináljon, iskolába tanítják. De a szülők meg belecsöppentek egy számukra egy teljesen idegen világba, és bizony olyan tartalmakat is megosztanak, amelyeket, hogyha egy kicsit meggondolnák jobban, akkor nem tennék, mire is gondolok. Nagyon jó, ha van, aki szabadságra, és egy nagyon szép vidékre látogathat el, és ez büszke meg is osztja mindjárt a Facebookon, mindenki tudja, hogy itt vagyok, jól érzem magam, nagyon szép minden, nagyon jók a kaják, nagyon szép a táj, és itt napozok bikiniben éppenséggel. Igen, de ha megosztja, és valaki még tovább olyan személy látókörébe is bekerülhet, aki bizony nagyon meg fog örülni annak, hogy ő nagyon messze van, és a lakása meg nyilván minél drágább helyen van, nyilván a lakásban is annál több érték van, tehát ott van számára egy szabadon kifosztható lakás. Én apróságokra gondolok, amikor azt mondom, hogy a net mennyire veszélyes tud lenni adott esetben, vagy milyen képet osztok meg magamról, azzal vissza lehet -e élni később. Nem biztos, hogy azt szeretném látni tíz év múlva is, tehát ezekre igencsak oda kell figyelni. Is, hogy uh, buli időszaka, nyár, itt azért uh, arra is figyelnünk kell, hogy, hogy hova engedjük el a gyereket, hogyan engedjük el a gyermeket, tehát erről is beszéljünk egy kicsit, akár az alkoholfogyasztásról, akár a, a közlekedésről is. Valóban a nyára a vállalk a bulik ideje, és hát melyik kamasz ne szeretne elmenni őrjöngeni egy kicsit egy jó buliba, viszont... Uh, ezzel kapcsolatban azért a felszabadultság és a boldogság és a szabadság érzete mellett nem árt, hogyha úgy jön a fesztivál, nagyon jól éreztem magam, és semmi baj nem történt. Mert nyilván, ha úgy jön haza, hogy meglopták, ne Isten, megverték, megerőszakolták, akkor azt gondolom, hogy ez a nagyon jó hangulatot elég rendesen ketté tudja törni, és életre szóló élménye lesz. Szeretnénk, hogy a gyerekek ezt nem élmészerűen tanulnák meg saját tapasztalatból, hanem igenis figyelnének arra, hogy egy szórakozó helyen hogyan vigyáznak az értékeikre, az italokra véletlenül se kerüljön bele semmi, idegentől ne fogadjanak el sem sem más szert azzal a felkiáltással, hogy ne ettől aztán nagyon tudni fogod érezni magad, hiszen nem tudhatja, hogy mi tűzve szervezetébe, és az az ő szervezetére milyen hatással van. Nyilván egy bódult, kábult emberrel azt csinálnak, amit akarnak, akár az értéktárgyéval, akár a testével. Tehát erre igencsak csak oda kell figyelni.